Üdvözöllek, az én nevem Bíró Bence Péter, ez a csatorna pedig pszichológiával és önmegvalósítással foglalkozik. Ebben a videóban pedig a Creed 2 című filmből három sikertippet hallhatsz, amit lehet, hogy te is láttál, de valószínűleg elsiklott rajta nagyon sok embernek a figyelme. Figyelem, ez a videó spoilereket tartalmaz, tehát ha még nem láttad a filmet, és meg akarod nézni, akkor le fog lőni egy-két poént, de hogyha nem is akarod megnézni, akkor érthető lesz, mert egy-két dolgot el fogok magyarázni. Kezdjünk is bele, hogyha megnézed, Creed nem tudja először megverni Dragót. Ugye ezt láthatjuk a filmben, hogy elsőre nem sikerült neki. Mégis nagyon sok esetben úgy viselkedünk magunkkal, azt várjuk el magunktól, hogy elsőre sikerüljön az, amit kitűztünk magunknak. Hogy elsőre vegyenek fel az állásinterjú, hogy elsőre menjek át a vizsgán, hogy elsőre sikerüljön az első helyezést elérnem. És nem tudom te hogy vagy vele, de nagyon sok embernek van egy olyan fajta irreális belső elvárása magához, hogy mindenképpen elsőre sikerülnie kell, mert ha nem, akkor valami katasztrófa történik. Ez a film gyönyörű szépen megtanít minket arra, hogy ha elsőre nem sikerül, még akkor is teljesen rendben van minden, akkor is lehet valaki még sikeres, szerethető, értékes és egy bajnok a végén. A második ilyen érdekesség az az, hogy Creed nem ő a legkarizmatikusabb előadó a világon, nem a legjobb férj, nem a legjobb tanítvány, nem a legjobb párkapcsolati partner, nem a legjobb apuka, nem is a legjobb gyereke az anyjának, hanem egyszerűen csak egy kiváló sportoló, egy kiváló boxoló. És így is nagyon sokan szeretik, és így is egy igazi sikertörténet az övé, hogyha megnézzük ezt a filmet. Mégis sokan azt várjuk el magunktól, hogy mindenben jónak kell lennünk, hogy ha te egy nő vagy és ezt nézed, lehet, hogy elvárod magad, hogy tökéletes anyuka legyél, és tökéletes bombázó közben mellette, és egy tökéletes vállalkozó, és mellette még legyen jó a szakmádban is, és még legyen jó a social media profilod is mellé, és még ezer dolgot elvárhatunk magunktól. Ha férfi vagy, szintén ugyanúgy tökéletes test, a leghatározottabb, legmagabiztosabb, de mégis odaadó, de mégis ezerfajta dolgot, tökéletes frizura, ruhák, éles stílus, pénzügyek, autón, mindenben azt gondoljuk, hogy tökéletesnek kell lenni, sok ember ezt gondolja. De az a valóság, az a realitás, hogyha az ember egy dologban kiemelkedve jó, már az bőven elég, és akkor is kiváló elismerésekben részesülhet. De persze nem ez az elsőleges, hogy az ember elismerésekben részesüljön. A harmadik ilyen nagyon fontos gondolat pedig az, hogy nem egyedül akarja megoldani. Ugye azt láthatjuk, hogy a filmben van egy edzője, ennek a legnagyobb részében Rocky Balboa az igazi edzője Creednek. Ez miért érdekes, vagy miért van bármiféle ilyen relevanciája te életedben? Méghozzá szerintem azért, mert sokan azt gondolják, hogy mindent az életükben egyedül kell megoldaniuk. De ez ha megnézed, irreális elvárás. Hogyha azt gondolod, hogy neked kell a szakmádban a legjobbnak lenned, és nem kérhetsz segítséget, nem kell képzésekre járnod hozzá, vagy nem kell coachot felfogadnod hozzá, vagy egy edzőt, vagy egy terapeutát, aki segít neked az élettel megbirkózni, hanem mindent egyedül tudnod kell legyőzned és megcsinálnod, akkor gyönyörű szép példa a Creed, hiszen ő sem úgy készült fel a világbajnoki meccsre, hogy YouTube videókat nézett, és otthon fekvőtámaszkodott magának, hanem felbérelt egy edzőt. Méghozzá az egyik legjobb edzőt. Úgyhogy neked is ezt tudom tanácsolni, hogyha valamilyen fontos célod van az életben, akkor te is bérelj fel magadnak egy edzőt, egy profit. Lehet ez egy mentális edző, egy coach, vagy lehet éppen egy terapeuta, vagy éppen a te választott területeden lévő szakértő, aki segít neked. Én is egyébként ilyesmivel foglalkozom, coachinggal foglalkozom, de én tele vagyok most február közepéig, úgyhogy nem tudok új embereket vállalni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót. Nagyon örülök, hogyha tetszett neked, akkor kérlek iratkozz fel a csatornára, és kíváncsi vagyok a véleményedre is.